Az IsoShell technológia nem igényel különleges alapozást. Hagyományos sávalapozás vagy lemezalapozás egyaránt készíthető. A vasalt ajzatbeton kiöntése után a tervezett tartófalak alatt elhelyezzük a talajnedvesség elleni szigetelést, majd az első sor lerakása és méretre vágása következik. Az első sort a statikus által meghatározott helyeken vasaljuk, ezt nevezzük kitüskézésnek. Az első sorok beállítása és kibetonozása után, a technológiai előírásokat betartva, gyorsan haladva három soronként folytathatjuk a munkát betonozással és vasalással. A falcsatlakozásoknál, falsarkoknál és nyílásoknál az elemek átvágásával, illetve zsilipelésével tudjuk a betonmag folytonosságát vagy annak kirekesztését biztosítani. Mindehhez csak egy kézi fűrészre és némi gyakorlatra van szükségünk. A nyílások távolságát üres falazó elemek közbeiktatásával tudjuk biztosítani. Az áthidaló elemek beemelésével, vasalásával és kibetonozásával elérünk az első szintet. A szilárd födém hőhídmentes lezárásaként alkalmazzuk a koszorú elemeket. Segítségével bármely monolit vagy előre gyártott födémet építhetünk 25 cm szerkezeti vastagságig. A belső tartófalakat a magasító elem segítségével tudjuk színbe hozni a kialakítandó födém alsó síkjával. A IsoShell alulbontás monolit vasbeton födémrendszer könnyen kezelhető és építhető. Alulról hőszigetelt, nagy fesztávok esetén is alkalmazható. Az öntőforma, valamint a bennmaradó hőszigeteli szerepét ellátó béléstestek elhelyezése után a rácskerendák beemelése következik, amely nem igényel daruzást, egyszerűen kézi erővel kivitelezhető. A hálóvas és a kiegészítő vasalás elhelyezése után kiöntjük a födémet, mert csak rithidott alátámasztást igényel. A földszinti falazás lépéseit követve felépíthetjük a következő emelet falszerkezetét is. Építési rendszerünk szabhatóságának köszönhetően bármilyen alaprajzi kialakítás megvalósítható. Az IsoShell gyorsabb és precízebb kivitelezést tesz lehetővé, még önerős házilagos kivitelezés esetén is. A végeredmény egy hőhídmentesen szigetelt, masszív, talajmozgásoknak is ellenálló tartószerkezet. Az így elkészült, tökéletesen hőszigetelt ház akár több mint 50%-os energia megtakarítást is lehetővé tesz tulajdonosa számára. Ugyanakkor, mivel a falak a hőszigetelő értékükhöz képest relatív vékonyak, a ház nettó alapterülete is nagyobb marad. Ez egy 100 négyzetméteres ház esetén akár 5 négyzetméter megtakarítást is jelenthet. Ez nem csak nagyobb teret biztosít a családnak, de a kivitelezés során ennyi négyzetméterrel kevesebb költséget is.